Na mi a helyzet, gyerekek? Itt van egy pomegránát. Granátommal. Az első meg beérett. Meg se néztem a másik négyjel mi a helyzet, mióta el vagyunk ázva. Na de azt leszettem a hetek óta, hiszen van egy hónapja is. Betettem a hűtőbe, s ott üldögél. Volt időm megegyem. Úgyhogy kinyitom, mi van benne, elszaradt-e, jó-e még? Ehető-e? Úgyhogy A kamerát felteszem a fejemre, egy varázslatra. Azt hiszem teljesen lefelé kell fordítsam, hogy valamit lássatok. Na, így ennél lennebb nem menjen, úgyhogy hadlám. Hogy is kell le kinyitani? Krisztinek meg kell nézzem mindjárt a videóját. Na de mindegy, most csak így felvágom. Na. Ezen sok ennivaló nem lesz, úgy látom, mert az alja meg volt itt likadva. És belé jártak már a bogarak, a hangyák. Úgy néz ki. Hadd lám a teteje, hogy néz ki. Teteje még épnek néz ki, de fehérek a magok, nem pirosok. Úgyhogy nem tudom, még kellett volna lehet hagyni, mielőtt leszettem. Hogy ez ilyen fehéres fajta. De az alja ott kicsit meg van rohadva. Hadlám. Íze nem rossz. De hatalmasuk lettek a magok benne. Mivel, hogy ennyit állt egy helybe, elsadtak egy csupa mag az egész, alig van egy kicsi hús rajta. Tehát alap egy kicsit pirosos kezd már lenni. Ja, nem volt jó beírva, úgy néz ki. Hát az íze nem rossz, de ja, nem volt elég jól le beírva. És lehet azért már alul megsérült. Ja, mindegy, kíváncsi vagyok, a magokból valami vajon kikelne-e. Az íze az nagyon jó. De jó, nem volt eleget megnőve, meg kifejlődve. Ha csak nem ilyen fehér típusú. De a túl sokat állt és egy helybe. Az is lehet későn szedtem le, mert ja, a magok túl nagyok benne, túl kicsi a hús. Ugye ezt végül is meg kéne lássan enni minden estő. Ha van mag, akkor nagyon picike kéne legyen benne. Na mindegy. Kidobjuk a komposztba, de oda a banánfák alá. Nem, hogy valami lesz se belőle. Megnézem a másik négyjel, mi a helyzet. Leszedjem őket, hagyjam még. Hát még a fa is túl kicsike. Mit tudom én. Na hát ez ennyi volt. Nem lesz ez egy túl érdekes videó. Na. Ebből az első granátalmam, gyerekek.
következők remélem jobbok lesznek.